Általános szokás, hogy minden szentek napján rendbe teszik, virággal díszítik a sírokat, amelyeken gyertyát gyújtanak a halottak üdvéért. A IV. Századból is maradtak fenn adatok minden szentek ünnepéről. A szentek társaságát hitünk tanítása szerint azok képezik, akik valamikor a földön éltek, most viszont már élvezik a mennyei boldogságot, vagyis eljutottak Istenhez, eljutottak az üdvösségre. A szentek egy részének nevét is ismerjük, azonban sok olyan szent is van, akiknek a nevét nem tudjuk, és minden szentek ünnepén inkább az ismeretlen szenteket ünnepeljük. November 2-án, halottak napján pedig megemlékeznek minden elhunytról, különösen a tisztító tűzben szenvedő lelkekről. Ennek a két napnak nem csak abban áll a jelentősége, hogy ilyenkor megemlékezünk a halottainkról, hanem a keresztény ember számára, egy katolikus hívő számára annak a kifejezése is kell, hogy legyen ez, hogy hiszünk a halál utáni folytatásban, hiszünk abban, hogy Isten földi életünk befejeztével megjutalmaz bennünket, fölemel az üdvözültek közé, ha arra földi életünkkel rászolgálunk. A katolikus egyház szertartása szerint ilyenkor a temetők nagy keresztjénél elimádkozzák minden szentek litániáját és megáldják a síremlékeket.